A tartományi ombudsmani iroda bővített kollégiumát azzal a céllal rendezik meg évente több alkalommal, hogy az adott témával kapcsolatos előadások után a jogvédő jelenlétében véleménycserére kerüljön sor szakemberek, a helyi önkormányzati képviselők és a nemzeti tanácsok képviselői között. A mostani kollégiumon a nemzeti közösségek jogairól értekeztek. Intézkedtünk, hogy a nemzeti közösségek tagjainak joguk legyen a saját nyelvük és írásmódjuk használatára a közjegyzői ügyintézés során. Reméljük, hogy hasonló sikereket valósítunk meg a jövőben is. Az elmúlt évtizedek folyamán szinte eltűntek az olyan szakemberek, akik készen lennének kisebbségi nyelven lefolytatni az eljárásokat, sőt már azoknak a száma is eléggé alacsony, akik az egyszerű kommunikációra képesek az ügyfélfogadás során. Például a jogi karon a 80-as évek elején már megszűntek a nyelvi lektorátusok, amelyek valamilyen módon biztosítottak egy olyan szakkádért, amely képes lett volna és képes volt ezt továbbvinni. A mai kisebbségi jogokkal foglalkozó összejövetel az idei évben harmadik a hasonló ombudsmani kollégiumok sorában. Az elsőn a nemi egyenjogúsággal foglalkoztak Újvidéken, majd a gyerekek jogai voltak napirenden Zomborban.